Március utolsó napjaiban vette kezdetét az országos rali bajnokság idei szezonja, méghozzá a hagyományos Eger rallival. A program érdekessége volt, hogy már péntek este mért gyorsaságit rendeztek, szombaton és vasárnap pedig minden körben két jó és egy rossz minőségű pályát kellett teljesíteni, így eltérő stratégiákat is láthattunk. A címvédő Hadik András hamar kiszállt a győzelemért zajló csatából, egy műszaki hiba miatt már a második gyorsaságin félre kellett állnia. Az első helyért így a tavalyi ezüst és bronzérmes Turán Frigyes, valamint Vince Ferenc csapott össze. A stratégiát tekintve Turán a rosszabb, Vince a jobb minőségű pályákra koncentrált, de előbbi egyrészt kapott egy defektet, másrészt 10 másodperc büntetést is begyűjtött, ezt a hátrányt pedig nem tudta ledolgozni, úgyhogy az évad első futamán végül Vince örülhetett a győzelemnek. Ezt ráadásul a Power Stage megnyerésével és az ezért járó pluszpontokkal is megfejelte. Turánnak pedig be kellett érnie a második helyen. A dobogó alsó fokára a szakaszt is nyerő Balog János állhatott fel. A negyedik helyet pedig alig másfél másodperces különbséggel szerezte meg Bodolai László, a Citroennel első versenyét teljesítő Velencei Ádám előtt. A vasárnapra visszaálló Hadik egyébként a Power Stage-en elért második hely miatt nem távozott üres kézzel Egerből. Kezdeni a szezont az egy nagyon jó dolog mindig, szerintem senki nem kívánná másképp. Ugye hát a célunk az, hogy egy kicsit a tavalyi eredményünket megjavítva az évvégi eredményünket első helyet szeretnénk megcélozni az évvégi bajnokságban. Ehhez egy nagyon jó lépcső ez az Eger Rally. Nagyon remekül működött minden, nagyon tetszett az autó, teljesen más beállításokkal mentünk, mint a tavalyi évben. Ezek úgy néz ki, hogy időben is nagyon jöttek, nem csak az érzés volt jó a teszteken. Úgyhogy boldogok vagyunk, és ezt az utat szeretnénk tovább folytatni. Az nagyon jó volt, meg őszintén megmondva, én a pályabeírásnál egy kicsit úgy éreztem, hogy gyatrák nagyon a körülmények, és féltem attól, hogy az autók nagyon meg fogják simlenni ezt az utat. De most már örülök, hogy benne maradt, mert így tudtunk dominálni a Suhán. Igazából csak akkor nem nyertük meg, amikor ledefekteltünk, úgyhogy nagyon örülök a teljesítményünknek, a mai napot megnyertük. Úgyhogy szereztünk elég pontot is, hál' Istennek. Feri nem ment el nagyon a pontokban, úgyhogy szép ez a második hely. A hétvége során sok olyan új információt szereztünk, ami alapján azt a visszaigazolást kaptuk, hogy jó irányba haladunk. Nyilván a képességeinkön múlik, hogy mennyit tudunk még fejlődni, de ha ezt a versenyt összegezzük, akkor egész jó alaptempót tudtunk diktálni, és tudtunk menni így a mezőnyben. Elég erős mezőny volt, ugye azért majdnem 20 erőtös autó között tudtunk így a harmadik helyen végezni. Abszolút pozitív élményekkel teli vagyunk, voltak olyan gyorsaságok, amit kifejezetten élveztünk. Igazából ilyen problémánk nem volt, hál' Istenő, hogy motivációt vesztettünk, bár is jóval többet szereltünk, meg állítottuk az autót, mint eddig valamikor is, de behoztuk, hál' Istennek, ma is a negyedik helyre, úgyhogy értékes pluszpontok is megvannak. Már nem tettünk fel új gumit, mert jónak éreztem, ami rajta van. Lehet, hogy jobb időt, egy powerpontot is tudtunk volna még csípni, de hát most ebből ennyi ért ki, úgyhogy abszolút elégedettek vagyunk.